Tudod, milyen ez, mint a hatóságilag szemetet lerakni tilos. Miért amúgy szabad? Az, hogy egy kárpátai magyar, aki a, a fronton van, az lehetőség szerint ne fagyjon meg és éljen túl, ez, ez, ez egy olyan közös nevező, ami... ami hát annak százszerzékos volt a sikerát a egyes kiroknál, amúgy meg 75 os tehát egy ilyen brutális sikerátával dolgozik a cég annyira, hogy ezt még a Mészáros Lőrinc is megérgyelhetné. Hogy ha nem ez, akkor a masz, ha nem, á, akkor bé ez a politikusoknak mindig jó, mind a két oldalig, mert ugye magad mellett nem kell élvet mondani, hanem csak rá kell mutatni a túloldalira, hogy ez borzasztó. Kezdhetjük? Nagyszerű. Vegyük inkább újra. Ezzel, ezzel indíthatnánk a első élő muti-mondót vagy, vagy best of -ot, vagy nem is tudom pontosan mi a éppen aktuális elnevezése. Az elmúlt másfél évünk ugyanis arról szólt, hogy próbálkoztunk. Meglehetősen egyszerű dolga van oknyomozó, tényfeltáró portároknak olyan rendszerekben, ahol van következmény annak, amit csinálnak. Nálunk pedig alapvetően az szokott lenni, hogy ha valakit, az kitüntetik, de nem csupán ez a probléma ezzel, hanem a közönségnek a másik része pedig kiválóan el van tények nélkül ahhoz, hogy a gyűlöletének tárgyát gondosan ápolgassa az ő lelkében. Nincsen ahhoz szükség semmiféle oknyomozásra, hogy ezt tudja magától, de mi ettől függetlenül szeretnénk úgy elmesélni, hogy mivel is is foglalkozunk, meg a munkánknak az értelmét is előtárni. Ha akkor négyen jól fogjuk érezni magunkat itt az elkövetkezendő időszakban. Megpróbáltuk a legkellemesebb társaságok egyikét összehozni. Szopkó és Katus Eszter kolléganőink ülnek itt velünk továbbá Zubor Zalán, én pedig Hont András vagyok, ezt a kommentelők egy jelentős része pontosan tudja, csak mindenféle jelzős szerkezetekkel szokta előtárni. Ez megtörtént most is, ez viszont nem vet vissza abban, hogy kiváló munka a társaimat foggassam az elkövetkező időszakban, vagy az elkövetkezendő percekben, fél órában. És e, amiről szó lesz az, amivel az átlátszó egyébként különböző területeken foglalkozni szokott, mint egy frontvonalában áll az érdeklődésünknek, korrupció természetesen e, továbbá különféle politikai visszaélések, ez itt jelen esetben a mai napon választási visszaéléseket fog jelenteni, illetve a civil aktivitás, ami szintén jellemzi az átlátszót az első pillanattól fogva, számtalan ilyen partnerünk van, partnere volt mindig is az átlátszónak, amelyik a civil szféra különböző területein dolgozott, többek közt egy ilyen sztori lesz ma is, ha az egyik témánk, és tényleg az, az, amit próbáltunk, próbálunk csinálni, hogy a saját közönségünket és akik ezt a lapot csinálják valamilyen módon közel hozzuk egymáshoz, ennek következtében kérdezni is lehet, mármint kommentben, aztán majd jó kedvemben meglátom, hogy fölteszem el, vagy sem, de ez a szerkesztési szabadságnak a része. Szóval, hogyha már annyi mindent csinált az átlátszó több mint tíz év alatt, és csinál jelenleg is, és egyébként a kölcsönös gyűlölet oly mértékig borítja el az országot, hogy megkérdőjeleződik az, hogy bármiféle értelmes tevékenységét lehet-e hűzni, akkor legalább azokkal megpróbálunk szót érteni, akik figyelemmel kísérnek mindenkit, vagy minket, és ennek fényében köszöntök mindenkit, na ezt a két mondatot sikerült most összeszűnöm, nem kérdezlek meg titeket, hogy mit gondoltok a felvezetőmről, mert feltételezem, hogy maximálisan egyetértek, vagy ha nem, akkor, akkor nem. Kezdjük Eszter veled. Krisztiánnal, mármint Szabó Krisztián, aki egyébként ennek az élő feltételnek a felvételnek az egyik technikai gurival, lelke, és kezében vagyunk a Facebook Live szempontjából. Krisztiánnal csináltatok egy meglehetősen alapos összeállítást egy magyar településnek a viszonyairól. Mondanál erről kettő szót? Hát, ha csak kettőt kell, akkor vele se kezdek, inkább. Na jó, a kettő szó az nyilvánvalóan egy metafora volt itt, mondhatsz 12-t is, 22-t is, de én itt ülök veled nagyon szívesen reggelig is, és Jó, hát akkor nem kitakarni. Köszöntök mindenkit a másfél órás előadásomon. <laughs> Na, hát ez a cikk ugye arról szólt, hogy egy krisztiános rajtan kívül egy közbeszerzési, akkreditált közbeszerzési szakértőnek a segítségével több száz közbeszerzési eljárást vizsgáltunk meg, és ebből főleg azokat, aki, ami bizonyos KBT 115-ös eljárás, ugye ennek az a az meghívásos tendert jelent. Az ugye akkor szokták a kiírók, ezzel akkor szoktak élni, hogyha nem teljesen nyílt el akarják tenni a versenyt, hanem ők eldöntik, hogy meghívnak cégeket egy bizonyos tenderre, minimum öt céget ugye meg kell hívni, és ezeknél az eljárásoknál, amit mi vizsgáltunk, az volt a közös pont, hogy mindegyiket ugyanaz az egy cég nyerte. Ez a bizonyos töm 2002 Kft. Ez egy hajdúba vállalkozás. És hát az különböző mintázatokat fedeztünk föl, amikor megvizsgáltuk ezeket a tendereket, és az egyik ilyen mintázat az például az volt, hogy a, majdnem mindig ugyanazokat a cégeket kérték föl. tehát, hogy <kül> Hát a többségük helyi, vagy De debreceni, vagy hát nyilván így a közelben lévő cégeket, és hát ugye az volt a furcsa, nyilván a táblázatból nagyon szépen kijött, hogy ezek vagy nem tettek ajánlatot, vagy ugye elveszteni jártak oda, tehát feltételezhető, hogy csak asszisztáltak ehhez a látszólagos versenyhez. Igen, is abba hagytam, bocsánat, nem dobolok. És a másik, amit megállapítottunk azon túl, hogy ugyanazok a versenytársak voltak, ezek a versenytársak valójában a helyiek elmondása szerint függőségi viszonyban voltak ezzel a céggel, tehát hogy helyben többnyire a vállalkozóként működnek velük együtt, tehát hogy nem nevezhetnénk őket igazi versenytársaknak. Aztán megállapítottuk még, hogy ez a vállalkozás anélkül, hogy tudta volna, vagy hát feltételezzük, hogy elvileg nem tudhatta a becsült értéket, mert ugye a kíró ezt nem határozta meg a legtöbb esetben, mégis majdnem, hát nem tudom hány százalék most nem tudom pontosan, de hogy telibe tippelte ezt a becsült árat, ami nyilván nagyon nehéz, tehát hogy majdnem forintra pontosan mindig tudta, hogy milyen áraajánlatot kell tenni, ami azért elég gyanús lássuk be. És minél nagyobb volt a verseny, tehát minél több ajánlat érkezett, annál rosszabbul tippelt. Tehát, hogyha már volt valódi verseny, akkor nem sikerült neki eltalálnia. Nyilván itt feltételezhetjük, hogy ő tisztában lehetett előzetesen ezzel a becsült áldon, ami már nyilván ugye önmagában korrupcióra, vagy hát korrupciónak a jele lehet, hogy ez így volt. Azt is megállapítottuk, hogy többnyire ugyanazok a közbeszerzési szakértők voltak, ugye tudjuk, hogy ez milyen fontos például a Boldog István fél korrupciós ügynél, amiből ugye lett vád emelés is többek között. Ott is ugye a közbeszerzési szakértőnek a szerepe az nagyon fontos volt, ő irányította ugye ezeket az eljárásokat. Itt uh, itt is feltételezhető, hogy esetleg volt olyan szakértő, aki ebben részt vett ebben a folyamatban. Um, illetve voltak olyan kírók, akik akármennyi kírás, tehát akármennyi tendert írtak ki, mindig ez a bizonyos tömb 2002 Kft. nyert el, tehát egy 100%-os volt a a egyes kíróknál, amúgy meg 75%-os, tehát egy ilyen brutális sikerátával dolgozik a cég annyira, hogy ezt még a Mészáros Lőrinc is megérgyelhetné. Úgyhogy több, több ilyen mintázatot is felfedeztünk. És hát, de hogy ne álljunk meg itt, most azon az elven vagyunk, hogy akkor nem csak írunk róla, hanem cselekszünk is. Úgyhogy bejelentettük az érdekű bejelentéssel a közbeszerzési hatóságnál, amit tapasztaltunk, illetve az integritás hatóságnál. Az integritás hatóság visszajelzett, hogy köszönjük szépen, megkapták, és akkor majd Elindítják a folyamatot, hogyha úgy érzik, hogy szükség van rá, de erről többet nem tudunk. A közbeszerzési hatóságtól pedig pont tegnap jött visszajelzés, hogy egyrészt továbbították a gazdasági versenyhivatalnak ezt az anyagot, illetve ők maguk is meg fogják vizsgálni, és nyilván, hogyha arról jutnak, hogy felmerül a gyanúja, hogy itt valami nem megfelel, nem a jogszabályoknak megfelelően történt, akkor akár a rendőrségre is továbbíthatják ezt az ügyet. Szándékosan fogtam nagyon rövidre a felvezetőt, illetve a kérdést, amelyet neked címeztem, ugyanis nem szerettelek volna orientálni <laughs> azzal, eh, ahogy kérdezek. Amit elmondtál, meg a cikk, amit írtatok, az a számomra a következő mi a fontos, a következőt szeretném erről elmondani, ha már abban maradtunk, hogy itt a munkánkról, a munkátokról beszélünk, és megpróbáljuk ezt a, a közönséggel valahogy közösen megvitatni, vagy, vagy legalábbis bekapcsolni az életükbe ezt. Szóval, hogy 2022 után, amikor több minden történt az országban, de többek között az, hogy az Európai Unió eljárása Magyarországgal szemben az egy újabb ütemre kapcsolt, melynek következtében a magyar kormány pláne a magabiztos választási sikere birtokában és annak tudatában, gond nélkül megtehette, több olyan intézkedésbe vágott bele, amely úgy tetszik, hogy az Európai Unió kívánságainak felel meg. Az egyik ilyen volt az uniós pénzek felhasználásával kapcsolatos jogszabályoknak a szigorúbb átétel, az átlátható, átláthatóság fokozása. És úgy döntött az átlátszó, a, hogy részt vesz abban a folyamatban, hogy ha van erre lehetősége, nincsen annak semmi értelme, hogy 12-3 év elteltével az ember rázza az öklét a járda szélén, és fogja magát, és elmondja minden esetben, hogy úgy, ahogy vagy szakkumpak loptok, vagy még egyszer meg, akkor nézzük meg, akkor vegyünk ebben részt, nézzük meg, hogy miként módosíthatók jó irányba az ország ügyei felállt, egy integritás hatóság nevezetű grémium, amelyben a, a civil munkacsoportjának az átlátszó is a részese. És az integritás hatóság azt mondta, ő saját maguk, hogy az egyik fő probléma az uniós pénzek felhasználásával a meghívásos pályázat, Igen. vagy a meghívásos tenderek. És nem azt mondta, hogy az átlátszó hogy ez az egész egy porhintés, egy kamú, csak arra szolgál az egész, hogy az Uniónak Magyarország elsteppelje, hogy mennyire jól bánik itt a, az összes uniós forrással, és amúgy is a tiszta kezűség, regionális, mint a példánya a magyar állam, hanem akkor ebben a folyamatban szerepet vállalva, nézzük meg, engem csak telt múlt az idő, és azon túlmenően, hogy az integritás hatóság ezt megállapította, hogy a meghívásos tenderek azok melegágyát képezik a korrupciónak, más nem igen történt. És ezek után az átlátszó, amely a főszerkesztőink keresztül ennek a hatóságnak része, azt, hogy elindített sorozatot a meghívásos tenderekről vegyünk egy csunkagulát, ahogy a tanár úr kérem be nézzük meg hajdúbe szörményt például, hogy egy kisvárosban, eh, ahol egyébként végül is teljesen mindegy, hogy milyen eh, pártállású a polgármester éppen, vagy bármilyen lehetne, eh, nézzük meg, hogy ez, ez, hogy megy, és akkor ezt feldolgozni eh, nem csopán, eh, az elérhető hivatalos adatokból, hanem sztori szinten, szemmagasságban és adatvizualizációval is. Körülbelül ez vezette volna fel, de hogy mondom, hogy ne orientáljak téged, utólag szerintem jobb volt elmondani, mert már csak azért is, mert maximálisan visszaigazolta azt, amit gondolok, vagy ahogy az átlátszó működik. Bocsánat, akkor annyit hagyd hozzá, hogy valóban az integritás hatóságnak annyira nem tetszik ez a KBT 115 ös hogy konkrétan azt mondta, hogy szüntessék meg, tehát nem csak azt mondta hogy ennyi be, ennyi nem jó, hanem hogy konkrétan meg kéne szüntetni, hát nyilván pont most jött ki a K-monitornak, akivel egyébként velük ugye együtt dolgozunk ezen a, ezen a sorozaton, egy ilyen elemzése arról, hogy mit teljesített eddig a kormány az Európai Unió felé, vállalt kötelezettségekből, ami ugye a korrupció ellenes reformokat takarja, és hát arra jutott ez az elemzés, hogy hát nagyon sok minden hiányosság van, és hát az egyik pont ez a közbeszerzések terén ugye nem nagyon hallgatott az integritás hatóság tanácsaira a, kormány, illetve hát ugye korábban a közbeszerzési hatóság elnöke arról számolt be, hogy jaj, de jó irányba haladunk, mert hogy hát lecsökkent, ugye, amivel a legnagyobb az az egy ajánlatos eljárásoknak a száma, ez ugye mennyivel lecsökkent, és hogy most már elfogadható szinten van, csak közben, amikor megvizsgáljuk az eljárásokat, akkor egyrészt azt látjuk, hogy sokkal kevesebb építési beruházás van például, az gyakran előfordult, tehát hogy nincsenek beruházások nyilván azért, mert uniós forrás nincsen, tehát az kiírások száma is csökkent, így nyilván csökkent az egy a számú is, illetve hát rengeteg olyan van, ahol ketten indulnak, tehát a másik az meg bead egy olyan ajánlatot, ami aztán érvénytelen lesz, mert elfelti aláírni, meg kitölteni az űrlapot, meg tényleg ilyen kamu indokok így előfordulnak úgyhogy ezzel nem vagyunk még nagyon kisegítve, illetve hát ahogy látszik, a megkívásos tendereknél pedig abszolút hiába van öt cég, legalább abból nem kötötted, ugye ott az van a, az a feltétel, hogy meg kell hívni ötöt, de nem kötelező nekik ajánlatot tenni. Tehát, hogyha akarnak, akkor négy nem tesz ajánlatot, csak egy. De hát meg lett hívva az, az öt. És akkor köszönjük szépen, úgy tűnik, hogy minden rendben. Erre mondta a közbeszerzési szakértőnk, hogy elbábozzák azt, hogy ez egy tisztességes verseny, de valójában nem az. Mert ha abból indulsz ki a jogalkotó fejével gondolkodva, hogy mire szolgál elben a meghívásos pályázat, hogy egyszerűvé tegye az eljárást helyben, ismert cégek akkor pályázanak, viszont ha menet közben eh, rájön valaki, hogy nem ad mégsem ajánlatot, és ez mondjuk a pályázat újraindítását kéne, hogy jelentsen, akkor nem egyszerűbb lesz hanem az egész, hanem hosszabb. Tehát papíron, hogy is mondja, megvan ennek a maga logikája. A az életben meg más, máshogy működik. Hát ugye magukkal, tehát itt az a jellemző általában, hogy egy cég van, akiről tudjuk, hogy nyerni fog, és ő hozza magával a többit, tehát hogy ő mondja meg, hogy kiket érdemes még meghívni mellett, és akkor azok vagy igazi ajánlatot adnak, vagy hát ugye már alapból, vagy érvénytelen, vagy, vagy biztos, hogy sokkal magasabb árat fognak megajánlani, ami, amit nyilván majd aztán a, a kíró az nem fog elfogadni, és hát az általuk preferáciék fog nyerni. Uh, illetve, hát ahogy említettem is, ezek gyakran egymás alvállalkozói más esetekben, tehát hogy van köztük egy ilyen függő viszony. Nincs Azt mondjuk nem. egyébként nem tudom, hogy hajt beszörményben, és hajdúmészörvény méretű településeken hogyan lehet megoldani, hogy Hát ez úgy, nem hogy nem, nem feltétlenül, el... ugye az ipari kamarának van egy listája a helyi építőipari cégekről, sőt, hogy megyeiről pontosabban, a több száz cég van, akit meg lehetné jönni, és milyen érdekes, és mindig pont ugyanazokat hívták meg, tehát kicsi a világ, de hogy matematikailag nagyjából nulla esély volna a töm 2002-nek arra, hogy egymás után ennyi ö, meghív, vagy hát ennyi tenderre őket hívják meg, és hogy azokat még el is nyerjék, tehát erre meg aztán matematikai matematikailag végképp semmi. Úgyhogy vagy nagyon szerencsések és lottozniuk kéne, vagy tényleg nagyon profik, vagy valami más dolog van a háttérben, de hát reméljük, hogy majd lesz vizsgálat, és akkor ez kiderül. Ezek a, ezek a, cégek a egyébként úgy személyi vezetési szempontból a politikához kötődnek valahogyan? Pont, pont ezen gondolkoztam, amikor írtuk a cikket, hogy vajon mennyire hangsúlyosan tegyük bele azt, hogy vannak-e, van-e politikai hátszele, vagy van-e politikai bekötöttsége ennek a cégnek, meg a többinek, és kicsit utólag már bánom, hogy beleraktuk, hogy van, valamilyen szinten van, tehát hogy helyben be vannak kötve, meg a nem tudom, a vagyongazdálkodási izéértének az egyik cégvezetője az a rokon, meg, de tehát hogy nyilván ősz meg, hogy a, tudom én, a másik cégvezetőnek a testvére szintén bentül a, nem tudom, osztályvezető az önkormányzaton, tehát hogy vannak, be vannak kötve nyilván, de hogy enélkül is önmagában a szám adatoknak ki kell azt hozni, hogy itt valami nem stimmel. Tehát, hogy ilyen sikerát, vagy tényleg mondom, tehát hogy Mészáros Lőrinc cégei sem rendelkeznek, úgyhogy, de hát az lenne a jó, hogyha kijönne, hogy tényleg kik vesznek ebbe részt, tehát ugye itt, ha, ha ez a sok tényező együtt áll, akkor valószínűleg már rendszer szintű korrupcióról beszélhetünk, tehát akkor már nem csak helyben van beavatva mondjuk a polgármester adott esetben, Ettől, ettől az esettől függetlenül, hanem mondjuk akkor a tankerületek vezetői, meg, meg nem tudom megyei szinten a, a további más cégek, vagy kírók. De hát ez az kéne, hogy induljon egy rendes alapos rendőrség, vagy valamilyen vizsgálat, hogy ezeket a szállakat felfejtse. Na most az érdekes az az volt, ezt így megtudtam, amikor a közbeszerzési hatóság felé ezt ugye bejelentettük, hogy hát nagyon szomorúak a közbeszerzési hatóságnál, mert hogy amióta létrehozták ezt a felületet, ahol anonim módon be lehet elvileg jelenteni ezeket az ügyeket, hogy nem nagyon érkeznek jelzések visszaélésekről, úgyhogy most volt egy eset, amikor amit kivizsgáltak, és kiderült, hogy hát az is bejelentés alapján történt, tehát valaki vette a fáradtságot, és az is kiderült viszont, hogy nem. Nekik ezt képzeljétek, nincs is joguk, tehát én ezt nem is tudtam, és most világosodtam meg nemrég, hogy ők egyesével látják ezeket az eljárásokat, Annál az úgy tűnik, hogy stimmel. Tehát volt öt cég meghívva, pályáztak, volt látszólag verseny, valaki elnyerte, megyünk tovább. De ők összefüggésében, hogy ez a cég mennyit nyert, ugyanazok a cégek bukott, tehát ők ezt nem vizsgálják. Ha valaki rámutat, hogy itt gond van, akkor igen, de önmaguktól ők egyesével vizsgálják csak. Volt itt egyébként, mármint az Átlátszónál vendégként podcast adásban az Integritás <tosz> <a satóság> Hatóság <tosz> elnöke. Nem túl jó a viszonyunk, nekünk kettőnknek maradjunk anyó. Ezt mondjuk megértem, de vannak szerintem olyan helyzetek, amikor nem várható el, hogy gebelbaráti viszony jöjjön létre. Szóval volt itt, és pont a, ezt a vizsgálati metódusokat próbáltuk feszegetni, ezt csak azért mondom, hogy nézzék meg, a elérhető a YouTube csatornánkon. Hasonlóan fogok eljárni vele, Zita, mint az Eszterrel, tehát nem eresztem őlére a kérdést, hanem meg fogunk kérdezni. Na, mi van? Mivel is foglalkoztál te? Ez a kérdés. Jó. Jó, szűkítsük. Miért fordultál választás rendjei, bűncselekmény kivizsgálása érdekében hatóságokhoz? Pontosan mi is történt egykor, mi nem történt azóta, és ennek következtében miért és hogyan kellett lépni? Uh -huh. uh, Kellően hát... talányos volt. Igen, abszolút. Csak ki kell tölteni. Hát ugye én a 2022-es áprilisi országgyűlési választás előtt egészen pontosan szerintem február-március környékén kezdtem el először foglalkozni így a, a hamis ajánlások témájával. Ugye februárban kellett leadni az ajánlásokat. Minden, ez úgy néz ki, hogy minden jelöltnek 500 érvényes ajánlást kell összegyűjteni, és az elmúlt pár évben már több, több embert is lehet ajánlani. Ugye ez régebben nem így volt. És hát így február környékén egyre több olyan Történetet találkoztam, meg láttam, olvastam, hallottam, hogy sokan panaszkodtak arra, hogy visszajeltek a személyes adataikkal, és olyan jelölteknél is szerepelt az aláírásuk, illetve az adataik, akikre nem adtak le ajánlást. Ezt most azért lehetett ilyen könnyen megtudni, és valószínűleg azért került elő ennyi történet, mert hogy volt egy újítás, hogy tavaly már online is ügyfélkapuval szinte pár másodperc alatt meg lehetett nézni, hogy ki kit ajánlott, és régen ugye ez egy viszonylag hosszadalmas folyamat volt, és ezért gondolom sokan nem is vették rá a fáradtságot, hogy akkor ezt így megnézik, de mivel most már online is meg lehetett ezt tenni ügyfélkapuval, így, így szerintem jó volt, arányaiban többen nézték meg azt, hogy nekiket ajánlottak, és így sokan találkoztak azzal is egyébként, hogy hoppá, hát olyan, olyanokat is ajánlottak a rendszer szerint, akiket a valóságban nem. És akkor így kezdtem el, először így uh, konkrét emberek történetein keresztül foglalkoztam a témával, és hogy az, az érdekelt igazából, hogy melyek voltak azok a pártok, amelyekkel kapcsolatban legtöbbször felmerültek ugye a hamis ajánlások uh, témája vagy, vagy ügye, és akkor ezeket a személyes történeteket alátámasztva a rendőrséghez is fordultam, és akkor tőlük meg megkérdeztem, hogy hány, eset, hány bejelentés érkezett hozzájuk, és ezek ezekkel az ügyekkel mi lett. Ezt több alkalommal is megtettem, legutóbb most októberben, és akkor most elég részletes választ küldtek, összesen több mint 130 ilyen ügy volt, ebből volt választásrendjeleni bűncselekmény, személyes adattal való visszaélés és hamis magánakügyet fel Aználása is. De ami érdekesebb az az, hogy az ügyeknek minden ötödik ügy még folyamatban van, szóval ugye eltelt másfél év, is, hát sok esetben nem annyira hatékonyan nyomoztak még, nagyjából minden negyedik ügy, vagyis hát a 27%-uk zárult vádemelési javaslattal, és a többi ügyet meg vagy felfüggesztették, vagy megszüntették, vagy el is utasították a feljelentést. Szóval ugye ezekből az látszik, hogy ezeknek igazából nem lett ezeknek az ügyeknek következménye. Mely pártokat érintette? Legnagyobb arányaiban egyébként a rendőrségtől nem kaptam konkrét választ, ugye, azzal kapcsolatban, hogy mely pártok voltak érintettek, de megkerestem még nyáron mind a 106 helyi választási irodát is, egyesével, és akkor tőlük már aki válaszolt nyilván, tőlünk már részletesebb adatot kaptam, és akkor abból az, az jött ki, hogy hát nem meglepő módon a Gödény Györgynek a normális életpártja és Gattyának a megoldás mozgalma volt nagyon-nagyon nagy mértékben <laughs> érintett ezekben az ügyekben. Uh -huh. És arról van-e bármiféle információnk, hogy bárki, ami hozzád beesett, vagy, vagy hallomásból hallottál, mert hát hiszen ugye ez csak lezárt és vádemeléssel végződő esetekben tudnánk uh, egész biztosan megmondani, hogy, hogy történt, hogy akik tapasztalták azt, hogy felbukkant egy olyan szervezetnél az aláírásuk, melynek egyébként nem írtak alá, hogy ők viszont kiket ajánlottak. Hogy alapból, kiket, mm. tehát kikre adtak, volt olyan, neki senkit nem ajánlott egyébként. Na, az a tehát legszebb. Olyan, akiket, akikkel én beszéltem, volt olyan, aki azt mondta, hogy 2022-ben senkire nem adott le ajánlást, és vagy négy évvel korábban, vagy még korábban volt. Tehát és több ilyen is volt egyébként, szóval nem lehetett egy ilyen azokból, legalábbis azokból a személyes történetekből, én nem tudtam egy olyan következtetés levonni, hogy Majd X pártra adtak le, és akkor azért éltek vele vissza. Ja igen, és egyébként azt is szerintem fontos elmondani, hogy miért trükköznek egyáltalán ugye az ajánlásokkal. Hát azért, mert hogy ez megéri eléggé a kamupártoknak, mert a jelöltek azt hiszem, hogy több mint egy milliót kapnak, hogyha ugye indulnak, és a pártok pedig az alapján kapnak még plusz pénzt, hogy hány körzetben sikerül egyéni jelöltet állítani. És elméletileg ugye az van, hogyha egy párt nem írja el a, az egy, százali, egy százalékot, akkor vissza kell fizetni ezt a pénzt, de hát a gyakorlatban a az elmúlt évek vagy elmúlt választások alapján azt látjuk, hogy hát ez nem igazán történik. Meg azt hiszem, hogy a, a Transparency azt találta, hogy a 2014-es meg a 18 as választásoknál talán 7 milliárdot nem sikerült így visszakövetelni a kamupártoktól, úgyhogy azért elég jelentős összegekre van szó. Elmondom, hogy ez nekem miért fontos, Jó. ugyanúgy, ahogy ezt megtettem ezt meg szerintem az átlátszó profil szempontjából miért fontos. Minden választás után, főleg mondjuk a ner de ez így volt a túloldalon 2002-ben is, felharsan az, hogy elcsalták a választásokat, leállt a választási honlap, biztos duplafenekű urnák vannak, és különben is betelepített székelypirézek kamu szavazataival intézték el az egészet krumpliért. És ezek a frusztrációból fakadó vélemények pont azt teszik lehetetlenné, hogy megnézzük, hogy egy politikai rendszer hogy működik. Mert amit alaposan utána jársz és írsz mondjuk mind a 106 választási bizottságnak, egy pártot egész biztos nem érint a nyertest. Tehát fideszeseknél nem fogunk találni kamu aláírásokat, és föltehetőleg annak sem fogunk nyomára bukkanni, hogy olyan umbuldát Találjon bárki, ami a, a szavazóhelyiséget érinti, vagy akár a mozgóurnás szavazást. Egyébként egy foglalkoztunk... pár esetben volt a Fidesznél is, pár, választási, pár helyi választási iroda a fidesz is megemlítette, hogy fidesz Hogy volt rajta, voltak, de ez ugye, föltehetőleg igen. nem a, a, a hát Fidesz nyilván, igen, az igen, kellett. De nem, de foglalkoztunk egyébként azzal is, ami a, a, a Fidesz választási eredményének a lelkét érinti a borsod, ötös körzetből szivárgott ki egy mozgósítási táblázat még a választás előtt, amelyik arról szólt, hogy ként lebontva mennyi szavazatot vár el a szervező, a fölvélhetően a megyei szervező, Fideszes Kápó, és hogy ennek meg volt az alapja, ugye választás, korábbi választásokra visszabontva, és egyéb aláírás gyűjtésekre, és egyébként a választás visszaigazolta. De ez egy másfajta tevékenység. Ha úgy nézem, akkor egyébként roppantul legális, mert az angol száz modellek erre épülnek. Magyarországon felvetnémi kérdéseket, főleg akkor, amikor a, a helyi eu pénzekről ugyanaz diszponál, aki ezeket az aláírásokat gyűjti, de ez most más kérdés, tehát foglalkoztunk ezzel is. De ami az ilyen megragadható susmusok, ennek ugye pont az volt a lényege, ami ki volt rakva az asztalra, hogy amikor a Fidesz átalakította a választási törvényt 2012-ben, akkor láthatóan létrehozott egy olyan helyzetet, amely az ellenfeleinek nagyon nem kedvező, hiszen ahhoz, hogy esélyen lépjenek fel, ahhoz a tűznek meg a víznek kéne összefognia. Jobbiknak meg a balosoknak például okáért. És ez nagyjából lehetetlenné is tette azt, hogy mondjuk az egyéni körzetekben mindaddig, amíg a Fidesznek 40 körül, vagy a fölött van a támogatottsága, komoly eredményeket lehessen elérni. Tehát legalábbis az elméleti veszélye fennállt annak, hogy ha is amennyiben komoly ellenzéki pártokról beszélhettünk volna, akkor nem vesznek részt ebben az eljárásban, hiszen a versenyfeltételek azok mindig közös alkú eredményét kéne, hogy képezzék, és nem valaki ráoktrojálja a saját magának kedvező szabályokat a többire. Na de hát ugye nem beszéltünk valós ellenzéki pártokról, de ez most mindegy, zárójel bezárva. De felmerült az, hogy, hogy valaki tényleg komolyan veszi magát, és azt mondja, hogy akkor nem indulok el. És ezért a Fidesz csinált egy ilyen csalit, szélesre tárta az art, hogy mindenki, aki lopni akar, az csináljon egy pártot, és jöjjön ide, mert hát akkor igen. el tudom azt játszani, hogy hát itt egy demokrácia hiány demokrácia, de Soha ennyi párt még nem indult. Csak hogy ahogy, ahogy halad előre a rendszer, ugye részt vette az ellenzék egy, kettő, majd most már három választáson, ennek már, most már igazából nincsen értelme, és ezeket az ajtókat lehet bezárni részint azzal, hogy a lehetővé teszi az állam, hogy online is ellenőrizni lehessen, úgy fél keresztül a, az aláírásokat, de hát megint ehhez is mi kellettünk, hogy valaki akkor ezek után tovább, jó, akkor vegyük komolyan magunkat, és akkor próbáljuk meg ezeket a a kapukat. Becsukni. Hát igen, de igazság szerint az nyilván ez egy jó dolog, hogy meg lehet nézni online is. Ezt de mondok. hogy ahogy nézzük, hogy mondjuk az ügyeknek mi lesz a vége, azért sok esetben meg ugyanúgy következmények nélkül. Nyilván nem mondom azt, hogy minden bejelentett, vagy minden feljelentés valóban volt bűncselekmény, de hogy azért tényleg azt látjuk az adatokból, hogy nem annyira nagyon hatékony ezeknek az ügyeknek a kivizsgálása. Azért, mert. Amúgy is objektíven is hozzám képest aztán, meg pláne nagyon fiatal, vagy ebből következőben naív és idealista, más tartunk eredménynek. Te lehet, hogy azt tartod eredménynek, hogy mondjuk visszafizessék a költségvetésnek azt a 7 milliárd forintot. Nem, amit hát én kifejezetten ezekre az ügyekre gondolok, hogy mondjuk vádemeléssel végződik érted, és nem az van, hogy elutasítják, meg, megszüntetik, meg felfüggesztik az eljárást. De számomra viszont untig elég eredmény az, hogy ha valamiről tudunk, valamit az ember igen. Figyeljetek ide, én ezt mondom, ezt értem, ez Eszteren is elő szokott jönni. Tehát nem felelősségünk egy csomó mindent. Az az emberek felelőssége, hogy a tapasztalatokból eh, hogyan akarnak építkezni. Ja, hát persze, én nem azt mondom, hogy mi felelősségünk, csak azt mondom, hogy szerintem ez egy érdekes dolog, hogyha, hogy az tök jó, hogy mondjuk van ilyen, meg az nyilván az is, hogy megírjuk, de hogy közben meg, hogy azt látjuk, hogy milyen eredménye van ezeknek az ügyeknek, az szerintem nem feltétlenül az, hogy olyan hatékonyan vizsgálják ki ezeket, meg hogy olyan hatékony a kamu pártok kamu ajánlásainak a felderítése. Az, az nem lehet egyébként, hogy talán ezért is nyitották meg ezt a lehetőséget, hogy ezeket ilyen nyíltabban lehessen de csinálni, vagy. kiderüljenek, kiderülhessenek akár. De ne, is, de, hogy? De, de, a de, de, ezt mondom, Persze, persze. Mondom, Zalán. persze, hm. persze. Ezt azért Zalán. Mert, mert úgy sincsen következménye, és az még tulajdonképpen erősítése a rendszert, hogy kiderül, ö, Nincs fény derül rá, hogy ezekkel az aláírásokkal ilyen módon ügyeskedtek, mindenki tudja, hogy mi történik, és ennek ellenére nem történik semmi. Hát, Nincs semmilyen következménye, ez, ez pedig erősíti azt a rendszert. történik, hogy, hogy választásról választásra kevesebb az ilyen módon próbálkozó pártoknak és obskurus személyeknek a száma. ez, ez egy történés. Meg mondom szóval számomra az a lényeg, hogy mindezeknek a mozgatórugóit lássuk, hogy mondjuk a nagy terv, hogy nézett ki. Annyiként pofon egyszerű. Vagy az, hogy ha van egy hajdúböszörmény méretű város, akkor az milyen olyan veszélyei vannak, hogy bármilyen politikai rendszerben hogy, hogy tud összeállni egy érdekkörnek a játszóterévé, és így tovább ezekből, tehát a tapasztalatokból épül fel egy ország, illetve a tapasztalatok komolyan nem vételének hiányából. Vagy komolyan nem vételéből. Tehát a tapasztalatok hiányából, és a komolyan nem vételéből. Na, dupla tagadásban mentem. Zalám. Hasonlóan. Mi a helyzet ukránokkal, magyarokkal, civilekkel? Ez a téma, amivel most foglalkoztunk legutóbb, amivel foglalkoztam, az egy civil kezdeményezés, amit eredetileg Magyarországon élő kárpetai származású magyarok indítottak el, viszont azóta már nagyon sokan egyéb, egyéb önkéntesek is csatlakoztak hozzá. Ennek az a lényege, hogy a ukrán hadseregben szolgál több száz magyar származású katona, ezek különbözőségekben vannak szétszórva, de főleg a kárpátaljai illetőségű területvédelmi, illetve egyéb a kárpátalján felállított alakulatokban szolgálnak. Az volt a kezdeményezésnek a lényege, hogy nekik szükségük van mindenféle olyan felszerelésre, amit a hadseregtől nem biztos, hogy minden nap meg mindig időben meg tudnak kapni, és a viszont ezt civilek tudják biztosítani, mivel ugye fontos, hogy itt nem fegyverekről van szó, hanem mindenféle egyéb felszerelésekről. Tehát például gyűjtöttek pénzt akkumulátortelepekre, akkor különböző meleg ruhákra, drónokra, ugye még szintén ugye, civil drónok, de főleg feldelítésre nagyon sokat használják őket. Nem várj, akkor, hogyan civil drónok? Úgy, hogy ezeket, a, hát úgy hogy ezeket bármelyik nagyobb webshopban meg lehet vásárolni, ugye ezeket ezekre kamerát lehet szerelni, és ezeket ugye mind két oldal nagyon nagy számban használja arra, hogy a, a másikat megfigyelje. De, de mert mondjuk meg a civilségét azért még akkor még mindig egy háborúban, valahogy megkérdőjelezem. Az, hogy mire használják, az egy másik dolog, ezek szerint nem számítanak fegyvernek. Tehát ugye van vannak ilyen jogszabályok, hogy a fegyver, aztán vannak kettős használású termékek. Itt most olyan eszközökről beszélünk, amik ennyi kategóriában se tartoznak bele. Tehát ezeket úgy számítják, mint mint egy civil eszközök. Tehát igazából itt ezeknek a, az átadása az nem, nem ütközik semmilyen törvénybe. De nem csak a törvénybe ütközik, szóval az az azért lényeges, mert ugye már például, hogy milyen ruha van rajta a fronton, mondjuk megfagysz -e, ez akkor is egy, legitim támogatandó cél, hogyha egyébként mondjuk nem értesz egyet a háborúban. Itt ez ezzel kapcsolatban hát, mélyen lesz. megosztott a magyar társadalom és értelmiség, de az hogy, az, hogy egy kárpátai magyar, aki a, a fronton van, az lehetőség szerint ne fagyjon meg és éljen túl, ez, ez, ez egy olyan közös nevező, ami, ami annak kéne lenni. Lehet. Igen. Igen. Ez akkor csak azért, például elhangzott az mindegy melyik párt részéről, hogy Orbán Viktor éppen Putyinnal parolázik Pekingben, miközben Putyin többek közt magyarokat is gyilkol ebben a háborúban. Ez a megállapítás idáig igaz, de csak az egyik része. Ha tovább bontjuk, akkor az úgy jön, és a magyaroknak egy része meg azzal, van, azzal foglalkozik, ami ebben nincs kibontva, hogy az ott lévő magyarokat senki nem kérdezte meg, hogy ők Szovjetunióhoz, majd Ukrajnához akarnak tartozni, és hogy egyébként részt akarnak venni Ukrajna háborújában. Valakiknek ez a, ez egyébként a fontos meg benne. Kérdez, Egyébként abban a szempontból, mert megkérdezték őket, amikor Ukrajna független lett, volt a, arról énekszavazás, hogy ugye Szovjetunióhoz vagy Ukrajnához akarnak az emberek tartozni de hogy is 91-es a, yes. a, a, az ukrán-magyar alapszerző, hogy 92-es a alapszerződés, azt megkötötte a két kormány, kormány mindenféle izénélkül. Sőt, hát ugye az akkori kormánypártnak a jobb oldali, nem arra, arra arra nem, nem, arra nem volt szó, hogy Magyarországhoz akarnak. Igen, e de hát oké, tehát <sparlansz> nem revizionista nézeteket akarok itt megfogalmazni, hanem tartani. az, hogy van itt egy ilyen igazság, hogy ez egy beregvidéki magyarnak mennyiben a saját háború Viszont az, hogy a beregvidéki magyar ne fagyjon meg, legyen ez, az még mindenkire. Erről mondott egy érdekes dolgot az, a, ugye fontos, hogy ott beszéltem egyrészt a, azokra a magyar önkéntesekkel, akik gyűjtenek, ugye másrészt meg a kárpetai magyar katonákkal, akik fronton szolgáltak, ugye köztük volt olyan, aki egyébként önkéntesként ment ki. Ott az egyik kük beszélt pont erről, hogy miért is döntenek úgy mondjuk magyarok, hogy, mert azért voltak a magyarok között is ö, ö, olyanok, akik, ö, hát, akiket nem kényszerel kellett vinni, hanem, hanem akik önként csatlakoztak. Ö, ugye ő mondta, hogy ez így egy rossz megközelítés, hogy azt mondják, hogy akkor ők most a Ukrajnáért harcolnak vagy az ukrán államért, vagy, vagy nemzetért, ami arról van szó, hogy az ember alapvetően mindig a, a kisebb közösségekből indul ki, első, elsősorban ugye a családja, az ami számára fontos, utána mondjuk a faluja, utána a, az a tágabb, a kisebb térség, ahol él, hm. és igazából ugye azt mondta, hogy a oroszok, hogyha azért Kárpátaljára bemennének, hát azért az nem lenne jó az ottaniaknak. Tehát azért volt már ebből a tapasztalatuk, a friss is, történelmi tapasztalat is jó, az, a, az, hogy a kárpátaiaknak az se lesz jó, és nem csak a magyaroknak, hanem mindenki, aki ott él, kárpátai ukránok, és ruszinok, és lengyelek, és mindenki egyaránt, ami, ami ezután jön. De erőtesen kérdéses, hogy a kárpátaiaknak ez a vegyes etnikumú, Ukrajnától kicsikét elkülönült más része, egy túléli ezt, mert hát ugye kelet-ukrajnából rengetegen mentek oda, de teljesen eltolódtak az etnikai viszonyok de ja, Meglehetősen meg kétséges az, hogy a kárpátai magyar ezt ez is tény, ez, ez tény. Románok valószínűleg attól, hogy mondjuk a front odaérne, ahhoz képest azért még mindig jobb az, hogy menekültek érnek oda. Persze, nyilván. Um ha nem tudjátok, hogy hogyan működik az aláírásgyűjtés, akkor nehéz lesz tényfercáró cikket írni, ezt csak visszakérdezni tudok, hogy miből gondolja a kedves olvasó néző, hogy nem tudjuk, hogy hogyan gyűlik az aláírásgyűjtés. Na, úgy miközben, bocsánat, csak közben még olvasott, hogy milyen kommentek még, amikor beszéltünk erről, akkor eszembe jutott, hogy mesélték nekünk 19-ben az önkormányzati választáson, hogy egyébként már a jelöltállításna hogy zajlik egy részben az aláírású gyűjtőség. úgyhogy sajnos tudom, hogy az például konkrétan hogy zajlott, hogy bement az adott képviselő a cégvezetővel együtt reggel műszakkezdésre, és akkor ott vitték a papírokat, és közölték, hogy aki itt szeretne még holnap is dolgozni, az aláírja. Tehát például többek között így is zajlik, de egyébként vannak pártak, akik keményen megküzdenek egyébként minden egyes aláírásért. Például a két falkuk, is láttam, hogy szerencsétlenek reggeletes kínstandoltak egyes helyeken, és ott tényleg minden egyes. Hát um, meg nekik volt az is, hogy elérés. valami több ezer aláírást meg is semmisítettek, mert hogy. Mert, hogy tűnök, az, igen, hogy a... Igen. Igen, igen, igen. Igen, Úgyhogy... igen egyelőttüket azért visszavonik, ami másik fele a, a szabályozásnak, a grotességének, hogy sávosan meg van megállapítva a támogatás A pártnak, amelyet a jelöltek után kap, és egy jelentősebb összeg bukáson, például 106 és 105 jelölt között. Mm. És ugyanígy van még egy más, másik ilyen szintén a szélensőpont. Pont a sábba esett ráadásul bele a kutyapárt azzal, hogy visszavontott az egyik jelöltjét. Um, a, a Tudod, saját... nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani. Így van. Na. Ahogy tudod, kitől származik egyébként? Hát bevallom, nem. <laughs> Ahol ülünk, ennek a körzetnek volt országgyűlési képviselője ja, 94 és 98 van. között. Nagyon okos nő volt egyébként, Kósáné Kovács Magda, az ő lánya a kollégánk, tehát a népszavának volt népszavat, nép, korábban a népszabadság, most a népszavának a munkatársa Henkósa Judit, város történeti cikkeket szokott általában írni, néhol oktatással is foglalkozik. Nem az a lényeg, hogy hol, hanem hogy mit. Ezt az én kommentelem írta arra, hogy itt tudom éppen a szekeret. Mondom, szekeret. Illetve valaki az átlátszónál még azt kérdezi, hogy egy fideszes mit keres ott. Hát gondolom ez rámutal ha már itt tartunk, azt egyébként tudjátok, hogy mi szerepel az én, hát most már 16-17 éves fideszes kizárási indoklásomban? De nem? most megosztod, nem tudjuk, nem be. kiderül. Az, hogy méltatlanul támadtam a pártelnököt. Ah, és így Nekem volt? van egyedül papírom erről ebben az országban. Szép, méltatlanul támadtam a pártelnököt, én megkérdeztem, hogy méltóan ezt hogyan lehet, -e, de erre nem kaptam a választ. Na ennyit a fideszességemről. Tudod, milyen ez, mint a hatóságilag szemetet lerakni tilos. Mér amúgy szabad. Igen, igen, igen. A győri úton állt egy borozó, azóta fitness terület. Elő. Ezt a süllyedést. Pedig ez egy olyan régi ilyen jó kis ilyen ital volt, mert még a szocializma marad, de hát ott volt végig a 90-es, a 2000-es években is sokáig, és természetesen gimnázium helyett oda jártunk. Pontosan a második gimnáziumom volt, az első, elsőben is inkább máshol töltöttem, és ott volt kiírva ezen a győrűti borozón, énekelni, lárázni, snowblizni, hatóságilag szigorúan tilos. Na, hát szerintem szép nagy ívet tettünk meg, amíg eljutottunk az énekelni, lármázni, snoblizni, hatóságilag szigorúan tilos uh, uh, intelemig. Bennem nem, nem maradt kérdés, szerintem meglehetősen sokáig álltunk rendelkezésre a széles olvasó és néző közönségnek. Arra biztatom őket, hogy legközelebb legyenek aktívabbak. A, az én összes létező felmenőmnek a, a különböző gyengeségeinek a pertraktálása pedig nem érdekel. A jelenlévők viszont az elkövetkezendő időszakban is keményen fognak dolgozni, hogy mindazon tapasztalatokat előtárják, ami egyébként nem érdekli a közösséget. Micsoda biznisz. Nagyon motiváló beszélgatatás. <laughs> Igen? Nem, ez, ez egy kicsiket tényleg elszomorít. Vagy, vagy hogy is mondjam. Megvan ebben mindenkinek a felelőssége, de ez egy olyan gyengeség, ami irányába könnyű elmozdulni a politikának ez a kétosztatúság. Hogy ha nem ez, akkor a bassz, ha nem A, akkor B. Ez a politikusoknak mindig jó mind a két oldal, mert ugye magad mellett nem kell élvet mondani, nem csak rá kell mutatni a túloldalira, hogy ez borzasztó. És ez végtelenül butává teszi az egész társadalmat. És, ez, 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 ez szörnyű. Tehát amikor csak annyit kell mondani a, a bármiben, hogy a, a, Brüsszel, vagy annyit kell mondani, hogy Orbán, akkor itt az értelmes emberi párbeszédnek vége szokott szakadni. Hozzáteszem a mi munkánknak is. Egyébként a jegyzőkönyvnek írunk egyrészt, tehát ezt mi tudjuk jól, úgyhogy szerintem ebben így nincs vita köztünk, hogy attól függetlenül még meg kell írni, hogy akár érdekli az olvasókat, akár nem, mert, mert valahol ez meg számít, másrészt pedig igenis ezért van ez a bizonyos aktivista hozzáállás részben most, hogy nem csak megírjuk, hanem be is jelentjük közérdekű bejelentéssel, mert előbb-utóbb hát történik valami. Csinálni. De szerintem ez nem, az, az, az szónak ez nem olyan értelmében vett aktivizmus, hogy mondjuk az újságírói tevékenységedet használod fel arra, hogy valaminek az érdekében mozgósíts, hanem, hanem az újságírói tevékenységedből következően végig még valamit. Hát majd kérdés, hogyha lesz ebből vizsgált, hogy valakit elmarasztalnak a végén, neki erről mi lesz a vélemény, <tos> <tos> hogy ez mennyire aktivizmus, vagy annyira nem. Majd az, majd az egy, egy az vagyunk, új, új helyzet hogy lesz. <laughs> Igen. Nem, nagyon jó jogászaink vannak, ugye? Kívánó jogászaink vannak, így van. Adott Állunk esetben. elébe. <laughs> Na, hát számomra egy élmény volt veletek. Legközelebb újra ugyanitt. Ez volt a. Best kimondó, élőben jelentkeztünk, mindenkinek lehetősége volt most jól elmondani, amit akart, de ez a lehetőség állni fog egy hónap múlva is. Zubor Zalánnal, Szopko Zitával és Katus Eszterrel beszélgettem, én pedig Hont András szakértoló voltam. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.